közölni véletek, hogy itt a templom hajóban mindkét oldalon mellé hajóban rajzokat láthatok. Erdélyországban gyermekek rajzolták ezeket a szép rajzokat. Köszönet képen a sok-sok segítségért, amely Paksról került hozzájuk. Nézzétek majd meg szemése után, hogy az ügyetek elmények. Aztán szeretném azt is hirdetni, hogy hátul könyvárosítás van, szemése után lehet vásárolni a testvér könyveiből, dedikálja és a kívülni ezt. Szeretném azt is hirdetni, hogy a szemésében a perzsai pénz a Ferences missziójavára fogjuk fordítani, csak a testvérnek átadjuk a szemése után. Illetőleg az utolsó hirdetésem, hogy csokoládét, aki hozott tábla csokoládét a bejáratoknál elhelyezett dobozokba helyezheti el, akár a szemünkben is. Csaba testvérrel együtt töltöttem a nagy délutánt, egészen ebédidőtől mostanáig, és mielőtt átjöttünk volna a szemünkére, kicsit egymásolta a Ferenc pápának az evangélium örömeciű enciklikájából egy pontot, mert a délután ez jutott eszembe, az együtt töltött időt során, amikor hallgattalak a fiatalokhoz beszéltél, pedagógusokhoz beszéltél, és ez a 22. pontra Ferenc pápának a enciklikájában így hangzik, a szónak olyan lehetőségei vannak, melyeket nem láthatunk emberre. Az evangélium olyan magról beszél, mely ma elvetették, önmagától növekszik, akkor is, amikor a földbőbe sarszik. Az egyháznak el kell fogadnia a szó, e felfoghatatlan szabadságát, mely a maga módján különféle formában hatékony annyira, hogy gyakran felülbújja előrelátásunkat és szép törvénységet. Szabad testvér, köszönöm, hogy beszélsz hozzánk, hogy tanítasz. Atya, Szentlélek, Szentlélek nevében. Az Úr legyen velem. Őseinek, templomának, védőszentjéül, Jézus szentség szívét választották. Ez a szív akkor is szeretem, áldozik, akkor megbántják, tud élni, dolgok, szeretni. Nézzük magunkba, vajon sérelmények, fájdalmainkat, le tudjuk-e venni, fel tudjuk-e támadni újból és újból, férjünk, feleségünk, gyermekünk, szomszédunk, kollégának iránti szeretetre. Nagy bőve erről szól. Nem csak Jézus, hanem nekünk is fel kell támadni a szeretetre, az életre. Vizsgáljuk meg lelkismertünket, bárjuk meg bőveinket. Jó úr,
házat építi, és akik átjárja a lelkünket, az utalakon szent vágyakozás. Testünk öltövelem gyakorlásával, szívünk megtisztuljon, ami Úr Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled én is uralnak a szabad megkeretségben, Isten mindenkinek. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr, amint az eső és okó lehűl az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy megadja a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavaimmal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje.
kedves szeretett testvérek, hát tudjuk, hogy Jézus Krisztus egyetlen parancsot adott, a szeretet parancsa. Őszintén legyünk, sokszor úgy is gondoljuk, hogy na, bingo, ilyen egyszerű, és meg. És akkor aztán kiderül, hogy mi is olyan könnyű szeretni mást. Mert hát, mondjam, hogy ez a gyerek az iskolában, ezt állam is megtanulja a szózottával. Volt egy kedves önkéntes, hogy Magyarországon jött egy idős tanítóként is. Hát egy hét után olyan hozzá, hogy a csapatesügyek, hogy a te gyerekei is akarják a szózottával megtanulni. Hát mondom, gyerek, szerintem olyan szinteket mondom, azt televízióban mondunk. Hát, na, ez rejtek, ugye? És azt gondolom, hogy sokszor a férjem is olyan nehéz szeretés, a feleségem is, az embereket, ez minden nehéz szeretni. Egyik gyereket, anyós, szomszédot, munkáját a kollégám, megvan bennünk a készség, de ott bókra futunk. Nehezen tudjuk megvalósítani. Mit kell ilyenkor csinálni? Emlékszem, hogy körülbelül sokan tudják róla, hogy nála gyerekek foglalkozott, 93-ban fogadtuk az első rendet. Egy-két éve jól is ment minden, hát addig is volt probléma, de van, hogy mondjam, na, tartott az a rózsaszín között. De utána kiderült, hogy ez is, az is, hatóságban is, mindenféle, csak gond van, baj van, nehézség. Emlékszem, hogy a párok is jöttek be szünetben, és mondták, adjál a felmondásot, elmennek, hát ezeket nem akarok tanulni, meg mindenféle gond volt, és hát én persze udvarolódok a tanárnőnek, nem maradjam. Szóval el sem képzelni, milyen nehéz számban tanulni, történelmi tanár, találni, nagy nehezen. Hát ha össze tanítja, hogy adjál a felmondásot, akkor összedől az egész oktatás. Persze a gyerekeit kiállítottam négyszögben az udvarban, jó lesz, mint a leteremtettem őket, de nem erős használ. Nagyon már kifogtam, hogy tavasz felé minden pedagógiai segédeszközökből, hát mondtam, kész, vége van, én elmegyek egy kiállítani. És ki is jön, tehát ilyen vala tavasz, ilyen februári idő volt, március tele, sehogy jöttem, zöld fűszár, semmi. És emlékszem, hogy jó vagyok, ahol csatlakoztam az erdőbe, megálltam egy nagy akácfa előtt, ugye. Milyen nagy tövisek vannak rajta, böcsörökös, tárgat, minden. Álltam a fa alatt, és arra gondoltam, hogy ha ne kéne lenni ennek a fának, egy faragófészre, láncfőészre, bármire, hát egy kicsit megtár, és kaványi nézni, ki sajtolja belőle, vajon sikerülne. Akármint a szegenek ki belőle, egyetlen se nézet is megtalálta, vajon sikerült. És arra gondoltam, egész biztos, hogy nem. De hogyha türelmes vagy, az áldott napfény ezt a fát átölt. Ha jó meleg tavasz eső megöntözi, akkor ez a fa magától kivirágzik, fehér rásztrába öltözik. Mert az akácfának a legszebb nap az évben az, amit a világ összes mélységét nem végül tudja látni. Igen. Ültem a falat, és megértettem, lehet, hogy Jézus Krisztus pont erről beszél. Nekem nem faragó fészkel, de a másikból a jót kikényszerítse. Nem előre látszőészen, de a másikból jobbá, szebbé, okosabbá tegye. Nekem egyetlen parancsot adott az Isten, az, hogy szeressen. Azon mentem, és mondtam a tanári karnak, hogy most egy eleget mostok ezeket a gyerekeknek a fején, most meg a lábukat is. Nézzek rá, nagy fúrság, hogy a segíte. Hát mondom, te is, meg most az apostolai lábát, és összejöttek ki, hogy milyen jó fiúk lettek belőle. Na, hát mondtam a tanács arra, hogy a templomból, hogy a templom, két első
dicsőséges, hát még 12-ben van több, na de minden osztályban meg a legtöbb, vagy hogy valóban okosztályban szépen ott ülnek, persze vigyorognak, azt hitték csak azért akarnak, hogy ők szem előtt legyenek. Na de a prédikánc után ott is mindenki húzza a cipőjét, az okniát, az igazgatóbács hozott egy lakót, egy kapcsolót, és én ugyanis elvárom, oda mentem, szépen letérdem, szer, mindegyik gyerek lábához, megmustam, és földig hajóba megpuszítom. Olyan csendben a templom vagyok, hogy légyzümölését is lehet volna hallani. Persze szüntem a Mise végén bejöttek a gyerekek, a sebesség, oda mutat hozzám, hogy ezt miért csinálom. Hát mondom azért, mert hiszem, hogy ott van bennetek valahogy a jó, csak valahogy ki kéne pickálni. Szeretném, hogy ti is jó legyetek. És erre mondtam, hogy Jézus Isten is a tanítvány világban. És milyen jó össze. Na, ott van ez egy magukat. Gyerek. És szeretném elmondani, hogy ezek a gyerekek ott a sebességben hozzám mutattak, és sírva megígérték, hogy jók lesznek. És ha hiszik, ha nem ezekből a gyerekekből még ma egy-egy házat otthont vezet, 80 valamennyi házunk között. És nagyszerűen megállják a helyeket. És most ebben az emlékezésben egy két-három ilyen hajdani ex jó filmről történetet szeretném elmondani. Például ott van a busz, hát nem volt egy angyal, legyen. Volt egy csárkó szék, egy koprodukció, szóval volt ott anyag benne elé, hát úgy került hozzá, hogy telefonálta, videókat, hogy olyan van egy gyerek az osztályban, másnak is kéne legyen, hogy még nem látta. Elmondtam ezt a látható gyereket, megkeresett. Hát egyszerű pásztor Miskóban lakott jó messze a település, persze nem volt onnan, hogy menj a iskolába. De kérdezze, akarsz menni? Igen, majdszer, jó, elmúlt, nyilván. És hát ugye tanult is, hogy tanult, de mindig történik körülötte valami. Hát például a hatalmas korában jön egy férfi, és azt mondja, az egyik fiú betört az autó ablakát. Hát mondom, a mi gyerekeink ilyen nem csinálnak. Körülbelül kétkezdő, hogy kiderült, hogy mégis mit csinálnak a mi fiaim. Hát mondom, Buszki, hogy tudtad azt a tablót megtölt, az ő nem más. A lány, Azt mondta, hogy van az osztályban egy kislány, azt megeszel a szájával élve. Aztán hozzá akarok várni ezt a követ, nem fiam ugrott az ott tablót. Nem tudom, hogy egy kisztem követén keresztül. Hogy mondják, hogy amit 12-es korában hozzá, ha elszakadt a célra, hát úgy volt, hogy elmentek. Ugye megint így is gondol, megint a tanárokat. De ők megint engedték egymást is. Aztán olyan jó sikerült az ének próba, hogy hát rosszáj összeült egy óra felé, ő bevallásos felé, 11 óra felé, elindultak hazamegy. Ugye a székely ember az ilyen vállalkozó kedvű, hallanak, nem elszélt a negyedik emeletről, másik emeletben egy idős kéken. Mit keresett az ilyen egy órakor? Végig csinálta, nem tudom. Na de becsületik a legyen a fiúknak, mert látták, hogy nagy baj nem történt, az taxiba rakták, és elvitték a kórházba. És képzeljék magam, hogy maga mellett állnak a fiúk, és akkor hát azt mondja, elmondják, hogy mi történt, és mit csinálják. Hát mondom, első lépésben veszik a saját pénzeiktől szépen. Csókó világon, és megváltogatják a nép. Hát jönnek vissza a világon. Hát mondom, hol? Hát mi nem adták oda? Hát azt mondja, nem tudták, nem engedték be őket a zárosztályra. Személy mindig, amikor ilyen kettőkor elmagyarázta a sürgősségi osztályon, hogy ők elütötték Judikba, második emeletet, ilyen sírvétszer, hát mi mondjuk, lejutott az osztály, és átvitték oda. Na, zárosztály. Na de akkor már megérzettem, hogy összetem már 18 évet betöltöttem, ennyi volt. Nézzek, kapsz egy kis pénzt, bérek valahol, akárhol egy lakást, és én boldogan, nagy komolyan, nagy. Persze a gyerek különösen leérettségizett, elmegy nyugodtan dolgozni, hát egyszer jön, 3-4-5 éve
ritkén mennek volna erre, hogy itt vagyok. Na, és hát vezetett őre, én minden vállalat, és arra gondoltam, hát mégis a szívetelen kezébe lehet adni. Hát minden után a becsületet is oda, nem? Hát, hogyha egy kolléga jól nézi a munkáját, akkor engem dicsérni, de valami rosszul stúlál, én nem is tudom, honnan tudják olyan sokan az én telefonszámomat, mindjárt írnak, mindjárt történt, azt történt. Na hát, így lett Gusztivó gyermek szemlékonyosan nevelő bács. És hát ugye végezte szépen a dolgát, azért közben-közben elmegy, megnézem, ki hogy dolgozik, hogy helyedünk. És hát ilyen alkalommal oda jött hozzám egy édesanyám, és elmondta, hogy ez az ő lányát az eső előtti héten hát elveszítette a férjét, vagy bővendégét, balesetben meghalt. És nem esküvőben lett temetés, és nagyon el van keseredve az a fiatal asszony, a lány, és vigyozza elő meg. Hát én leültem, és mondtam mindenfélének, hát el tudják képzelni, hogy szóval ez a fiatal nő. És utána kivittem a gyerekekhez, mert úgy gondolom, hogy a gyerek a világon a legjobb orvosság. Minden bajra jó. Ugye az orvosság aztán belül fel kell rázni. Hogy rázott fel az ember, hogy gyerekekkel eltűnik elmi előttemény, utána nevelőségben is házalat kerültek. Hát megfogjuk a gyerekulát, és feladodjuk háromszor, négyszer. A gyerek elkezd kacalni, sikoljózni, átolelni a nyakukba, 10 évvel tovább érzettek. Ez olyan recept, hogy én már ezt vagy is ilyen ilyen természet, hogy a konferenciál is elmondtam, hogy a világ legjobb orvossága, a kacalói jó kerül, hogy gyerek, még senki nem jött visszamenni van, úgyhogy próbálják ki nyugodtan. Na ezt az asszonykát, és ezt a fiatal nőt kivittem a gyerekek közé, nyakában hoztattam egy kis aranyos kislányt, az elkezdett ilyen játszani a hajával, és látta, hogy jön vissza a fény ennek a fiatal nőnek a szemébe. És közben ott áll húzt, és mondom, nézzük már, hogy jár. Hát közben hallgassátok a gyerekekkel, higgyátok el, fagyizni, ide-oda, hogy vegye magát, hogy felejtse. Hát én nem is gondoltam, milyen szófogadó gyerekei vannak, két indulva jövő ellenni feleségül ezt a lányt, és annyit tudja megigasztani. Annélkül kereszteltem is a gyerekeket neki, és hát ugye 1903 évre megpályázták a Petrozsényi házunk vezetését. Petrozsényi házunknak ugyancsak Jézus Szentséges Szilvia neveztek el, és hát én oda is költöztem, de oda a jelenben is. És ugye ez a Petrozsényi ház egy ferences nővéreket volt a iskolára, ami 18 előtt azt államosították, teljesen lelakta a román államot, csak iskolatban működött, tetején beszakadt, szétlopták, ami benne volt, és nem visszaadták, hanem egyszer ott hagyták magára az életet. Most mi elkezdtük javítani, szépítgetni, és hát még a jelenleg közel 100 gyerekünk van napközi, vagy bennakoltunk meg a épületbe, és működik benne egy 8 osztályos magyar iskola, óvoda, minden szépen, és hát olyan volt ott egy kápolnak, akkor szinten, mint ez a szentély. Jó nagy. A nővérek abban használták kápolnának, de aztán annyira tönkre, hogy beszakadt a tetején minden. Mi megfőttünk, hogy ne állszom, de azok úgy maradt, hogy a rohosan. Lottákban használtak. Egyfelől nem is volt szükségünk akkor a kápolnára, másfelől még volt egy kis kerület, ott Pergó is közel, hozzá, hogy nem volt annyira szükség. És egyszer ez a Gusztiv fiam hív, hogy össze Csaba testvér, gyere le, nézd meg, valamit akarok mutatni. És kiderült, hogy kivitettük ezt a kápolnát. Hát a hulló akaratot levelték, előkészítették. És én fogadtam ki kőműves, és az álva gyerekek ezzel a két szakemberrel, hát felújították a kápolnát. És tanul, Jézus Szentséges Szívének ünnepén, tehát az irgalmasság vasárnapján Erdély érsége, Jakobi
Érsek, hogy eljött és felszentelt az állam gyermekek kápolnája. Emlékszem, átadott, fogyottam a könnyeim, és magamban arra gondoltam, hogy ha valakinek én ezt valaha mondtam volna, hogy az állam gyerekek, ez a buszki, Isten dicsőségére, népünk javára, egy kápolnát fog építeni, nem hittem volna. Igen, testvérem, mindenki arra biztatok, hogy merjünk szeretni akkor is, ha nincs látszatja. De Jézus szentsége szíve pont erről szól, hogy áldozni, megölni, eltemetni, és az a szív újból elkezdett dolgozni, szeretni, szolgálni. Nem bosszúért pihenni, nem mennyi atyára, hogy vádol bennünket, hanem kedvesen, jóságban, szeretettel leálljon hozzá. Pedagógusoknak is mondtam, ugye, tegyik tanárnő kérdezte tavaly tőlem, hogy te családtestvér. A jó tanulóknak diplomát adom. Hát aki nem jól tanul, de jó gyereket, szófogadó, meg rendes, annak adunk egy emlékkönyvet. De van három olyan közösszi való tógerkönyv az osztályban, de azokkal mi csinálják. Hát mondtam, hogy tudod mi? Menj ki a piacra, vegyél két-három halat, és ott nyilván a templom előtt van a kövek, sűrűd meg. Nézzük meg. Hát szóval azt segítem, hát mondom neki, nem tudom fog-e segíteni, de Jézus Krisztus kipróbálta a valerőt tenger partján neki össze. És én mindenkinek ezt tudnám ajánlani, hogy tanuljuk meg ezt a sűrűd halálá Jézus Krisztus. Nem? Mert hogy képzeljük el, hogy ott a valerőt tenger partján Jézus nem életem a hátadon egy kapas. És megkérdeztem volna, miért a fiat ismeret, ez milyen állat? Egy ilyen ház a fogorékból, nem? Ha mi a franci ettet három évig az én kenyeremet, hogy a terem is megszegyen. Szegény Péter mit mondható? Mesterem, bocsánat, én már az elején megmondtam, hogy én egy bűnös ember vagyok, ne haragudjál, elmegy, többet nem látsz. És így is ott maradt volna egyedül a fenen az igazából. De milyen szép, hogy nem elítélni Péter, nem kioktatja, nem meggyógyulja, hanem csak annyit kérdez Péter, szeretsz-e neked? Igen, Mester. Na, gyere! Megkérdezzük, megengedjük majd. Milyen szép, nem? Igen, Jézus szentsége szíve arról szól, hogy akkor is kell szeressen, ha nagyon fáj. Ugye Magyarországon nem akarok én úgy azt mondani, mindenki jött a focihoz, nem akarok idehozni az oltár elérni, hát hogy miért nem megy a foci? És volt egy edző, azt mondta, azért, mert a játékosok csak addig szaladnak, amíg jól esik. Mikor elkezd fájni, zoglázni, akkor egy jó. Pedig igazából akkor kezd fejlődni az ember izmai, ha fáj. És akkor is szabad. Na azt gondolom, testvérem, hogy fociról az igaz embere nem tudom, de mi keresztények csak addig szeressük egymást, amíg jó esik. Amikor a másik is borulva, vagy nem viszonyozza a szeretetünket, akkor megsértődünk, fejlődünk a vízzel, elkezdünk rúszkodni, letérünk a szeretetünkjára. Pedig Jézus is világosan megmondta, hogy hát ha csak azokat szeretnél, akik veled egy jót tesznek, akkor mi különbség van köztetek és a pogányok között? Igen, testvérem, dönts kell nagy bőrön, akkor is szeressük egymást a fát. Viccesen mondtam egy történetet, képzeljük egy házon már, család orvosok eljött, ez a nagy baj. Az asszony kiadta a szülét. Most mit csinálják? Meghallgattam a történetet, hát mondom, adjál valamit.
egyszer, ha ennyi volt, nem mondom, te orvos vagy, én amit tudsz utolgatni, küzdesz az életedért, nem? Hát én sem fogom hagyni ezt a házasságot, csak annyira, hát küzdjünk ki. Hát azt mondja, hát most mit tud ő csinálni? Mondta, akarom, hogy írjam egy receptet? Azt mondja, jó lenne. Mondom, puszol egy szál rózsa minden reggel, kinek is tudod, hogy holnap igaz az, hogy most, hogy te is oklattál, hogy akkor oda találsz, minden reggel szépen egy szál piros rózsa. Hát nem erősítem, hogy ez jó, nem jó, de mondom, nézd, én is azért bízok abban a penicillinben, mint a fenekem, hogy egy tüdőgyulladás alkalmával bele plantáltál, hát te is bízzál benne. Három pedig napon a fejét, ez a hülyeség. A feleségem, amikor meglátta a rózsát, azt földözve, eltaposta, kiutosta. Hát mondta, ez nagyon jó jel. Szóval mi lenne jó, mondom, hogy reagál. Végezetül még egy történetet elmondanám, ugye, hogy szoktam én befejezni,
fordítva nem csak gyerekeket, hanem hát ilyen elhagyott asszonyokat is. Hát jön két, három, öt, hat, hét gyerekre egy nő, és akkor hát nincs ahova legyen. Hát akkor befogadjuk, tehát nem szedjük szét a családot, nem csak a gyerekeket. Az asszony megadta, de mindenképp ilyenkor megfogadott őket. Na, van egy emlékszoba, ott is jött Székelyudvar előtt. Egy asszonyba, két kicsi gyerekkel, hát így meg úgy, hogy megvárt a férjem, hogy mit tudom én. Hát mit gondol ilyenkor az ember? Mit vannak ezek a mai világon? Na és, hát eltelt két-három hét által, egy hónap maximum, általában szokta keresni a férje feleségét. Ez is telefonál, nálam van ez az. Mondom, én ezt küldjelem haza, hát mondom, én el sem hívtam hazulról. Azt mondja, akkor fel fog jelenteni, hát mondom, jó nincs, én etetem a maga gyerekét, feleségét, meg a maga, hogy fegyetek engem, nem? Hát legyen háromszám világ, jöjjön el, kérje bocsánat, majd hazamegy az az. Azt mondja, hogy ilyen hülyeségekkel nem foglalkozik, neki nincs pénze világokra, vagy ilyenekre, inkább felakassza magát. Hát én is olyan buta voltam, megkezdtem viccelni, mondom, hogy mégis csak 300 szekint, nem kell majdnem, hogy egy kötél, nem beszél a temetésről, meg minden. De ez a mafra ember fel is akasztotta tényleg magát, hástanak a szomszédot megvágták, nagyon baj, nem történt, hét, nem is hívott, ugye elvezte a gigára. Aztán megint hív, hogy hát küldje az asszony. Mondom, nem akar. Segíts, hogy Jézus szentségi szívének példájára mi is
akár sebzetten is, áldozottan is tudjunk szeretni, szolgálni. És még ezeket a hatáinkért imádkozunk. Adj nekünk örökké uradalmat, Te, aki jössz és uralkodol, minden kellünk. Krisztus mi úrnál. Amen. Az Úr legyen veletek. És Istenem.
és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus,
ő által, ő elényes, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keresztében, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. És én azért, hogy akár áldozott szívvel is feltámadjunk a szeretetet, és egymást tiszta szívvel tudjuk szeretni, így imádkozunk. Mi a világ?
rendelésen cserélték a szentségi ételet, hogy földi és lányékat megfékezve elessünk a mennyéjába szeretetének Krisztus Atya, Fiú és Szent Lélek.